Csak nem 60 órás munkával a felszínre hozták a több mint egy hete az egyik török barlangban rekedt amerikai hegymászót. A nemzetközi expedícióban a magyar barlangi mentőszolgálat tagjai is részt vettek, sőt ők voltak az elsők, akik elérték a több mint 1000 méteres mélységben rekedt férfit. A hegymászó a kimenekítés után külön megköszönte a magyarok segítségét. Egy hordágyhoz erősítve köteleken húzták fel a föld alatti járatokból Mark Dickey amerikai barlangkutatót kedhajnalban Törökország déli részén. A 40 éves férfi több mint egy hetet töltött 1000 méteres mélységben, miután gyomorvérzés miatt nem tudott a felszínre jönni. A mentésben résztvevő mintegy 150 ember kitörő örömmel fogadta a beteg kutatót a Morcsa barlang bejáratánál. Mi mindenek előtt barlangászok vagyunk, a járatokban senki másra nem számíthatunk, csak a többi barlangászra. Nagy megtiszteltetés egy ilyen mentőakcióban dolgozni, nagyon boldog vagyok, mondta egy ankarai barlangász. A török szervezetek mellett magyar, horvát, olasz, bolgár, szlovén és lengyel csapatok is segítettek a felszínre jutni a beteg kutatónak. Az amerikai férfi azt mondta, nem mindig volt biztos abban, hogy élve jut ki a barlangból. Először azt gondoltam, hogy nincs komoly baj, nem fogok meghalni, ez csak egy kis vérzés valami fertőzés miatt. Azután elkezdtem vért hányni, nagyobb mennyiségben, mint amit túl lehet élni, ha folytatódik. Aztán egyre nehezebb volt megtartani a tudatomat, és elértem egy olyan pontra, amikor úgy gondoltam, hogy nem fogok életben maradni. Emlékezett vissza Mark Dickey, majd megköszönte a mentőegységek munkáját. A török hatóságok támogatása mellett a magyar szakemberek segítségét is kiemelte. 500 méteres mélységtől ugyanis a magyar csapat kísérte felfelé a hordágyra rögzített férfit. Múlt hét elején pedig elsőként a magyar barlangi mentőszolgálat 4 fős egészségügyi csapata jutott le hozzá. Gyógyszeres ellátással és vérátömlesztéssel stabilizálták a barlangást, aki addig életveszélyes állapotban volt. Orvosként ez volt az első nagy mentésem, és ez volt az első alkalom, hogy ilyen sokáig voltam lent egy barlangban, nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Zádor Zsófia, aki az elsők között érte el a bajba jutott kutatót. A magyar orvos arról is beszélt, hogy a mentés elég nehéz volt a szűk járatok és a saras aknák miatt. A Morcsa barlang Törökország harmadik legmélyebb barlangrendszere, a függőlegesen futó járatokban rengeteg a víz, a hőmérséklet pedig csupán 4 fokos. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán köszönte meg a Törökországban sikeres mentést végrehajtó magyar orvosok és barlangi mentők munkáját. Azt írta, Magyarország büszke lehet. A mentésben 29 magyar vett részt, és volt, aki 6 napig folyamatosan a föld alatt dolgozott. Erről beszélt az M1-en a Magyar Barlangi Mentő Szolgálat ügyeletese. Kovács Márton azt mondta, a munkát nehezítette, hogy a barlangnak nagyon mélyek és szűkek a járatai, ezért csak a legképzettebb barlangászok látogathatják. Hozzátette, kollégái nagyon fáradtak, de amint végeznek a kötélpályák visszabontásával, elindulnak haza. A járatok nagyon sok helyen nagyon szűkek voltak, ezeket a barlangi mentőakció során tágítottak olyan szélesre kollégáink, hogy hordággyal biztonságosan lehessen közlekedni benne. Nagy vertikális kiterjedésű aknák is tagolják a barlangot, itt a legmélyebb aknák nagyjából 100 méter mélységűek voltak. Ezen kívül a magyar szakasznak, ami magyar csapat által végzett szállítási szakasznak nagy nehézsége volt, hogy egymás után nagyon sok kicsi akna sorakozott, és ez nagyon emberigényes, nagyon kézigényes, nagyon sziszi-fuszi munkával megoldható fentési feladatot rótt a magyarokra.